Mit nyertél meg? A varázsló vára játék? Elértem a 60-as szintet. Most új játékot kell venni. Várjál egy kicsit, ez lehetetlen, Ricsi. Ez a játék iszonyú bonyolult és nehéz cucc. Szétrugtam a seggüket. De Gerritinek 8 hónapba telt eljutni az 5-ös szintre. Erre te végig nyomod az összes pályát. 4 óra és 9 perc alatt, nége. Mikor veszed el a húgomat, ha? Tessék. Mikor veszed feleségül? Hát, mi erről még nem... Na jó, hát már felmerült a téma, de nem komolyan, és... Ja, értem már. Te... Szóval azért aggódsz, hogyha összeházasodunk, akkor te már nem kell lesz senkinek, és elküldünk. Ez a helyzet? Nigger! Dehogy seggfej. Menjen csak férjhez már, hogy élhessem a saját életem. Mégis milyen életed? A sajátomat. Érted, Franco? Értem. De azért figyelj, gondolkozz már. Abban a központban jársz órákra, heti 3-szor talán elmész a boltba venni valamit, és... Amúgy itthon ülsz és megdöntöd a játékok minden csúcsát. Már most ezen kívül... Dugni akarok. Szerinted hogy fog ez menni, amikor a húgom a nyakamon lóg? Én már kanos vagyok. Nigger! De azt ugye tudod, hogy a dugáshoz kellene egy lány is, ugye? Lány már van. Tényleg? Mindjárt képen töröllek. Mi van? Igenis van lány. Barbarának hívják. A központban ismertem meg. Na és ott dolgozik? Vagy talán tagja annak a csoportnak? A retardáltaknak? Neki downkorja van. Részlegesen siket. Tolószékben ül. De neki van a legtutibb feneke. A tolószékben ül, hogy láttad? Néha talpra állítják. Aha. Figyelj, Natalival mi nem tervezgetjük egyelőre a házasságot. De ha változna a helyzet, akkor azonnal szólok. Siessetek. Belepusztulok.